A Delta Agrár 300 hektáros cselárevói, azaz Dunacsébi gyümölcsösében forgatásunk időpontjában már véget ért a termés betakarítása. A munka azonban nem állt le teljesen, már a következő idényre igyekeznek felkészíteni a gyümölcsfákat. A cég Dunacsébi és Zajecsári gyümölcsösében összesen 650 hektáron termesztenek almát, ezen kívül 30 hektáros cseresznye is rendelkeznek. Duna Csébi gyümölcsösünkben mintegy tíz nappal ezelőtt fejeztük be a szüretet, a napokban pedig a Zájecsári ültetvényen is véget ért a szedés. Elkezdtük a jégvédelmi hálók összehúzását, a növényvédelmi kezeléseket és az idei utolsó lombtrágyázást végezzük. Már a jövő évi termesztési idényre készítjük elő a gyümölcsfákat. Az alma termesztőknek számos kihívással kellett megküzdeniük az év folyamán. Rendhagyó termesztési éven vagyunk túl gyümölcsöseinkben, a vegetáció minden eddiginél korábban beindult. A virágzás már március végén elkezdődött, ezt követően az utóbbi öt év időjárásához hasonlóan kései fagyokkal kísért hideg időszak lépett fel. A lehullott csapadék mennyiség mindössze a fele volt a sok éves átlagnak. Több mint 50 napon át 35 fok feletti hőmérsékletet mértünk. A szedés is minden eddiginél korábban kezdődött. A gála fajtát július 23-án kezdtük szüretelni, míg más években Csellarevón augusztus 10-e és 15-e között kezdődött a betakarítás. Tehát az idén mintegy 20 nappal korábban indult az alma almaszüret. A gyümölcstermesztés az idén sokkal nagyobb odafigyelést és a termesztés technológia sokkal több elemének az alkalmazását igényelte, több erőforrást és munkát kellett befektetni a kívánt hozamok elérése érdekében, mondta a gyümölcstermesztési ágazatvezető. Sikerült megvalósítanunk a kitűzött célokat. Igaz, egyes fajták hozama néhány százalékkal alacsonyabb lett a tervezetnél, de az ültetvényünkön sikerült elérnünk a hektáronkénti 65 tonnás átlaghozamot. A rendelkezésre álló technológiai lehetőségeknek köszönhetően a termés mellett a gyümölcs minősége is megfelelő lett. Az idei alma termés minősége kielégítő, elértük a minimális szabványos értékeket, ami a színezettséget és az alma keménységét illeti. Reméljük, hogy a tárolhatósággal sem lesz gond. A sok napsütés miatt az almák édesebbek a szokásosnál. Az ágazatvezető elmondta, hogy a minőségi almára továbbra is van kereslet, így cégüknek nincsen gondja a gyümölcs értékesítésével. A termés mint egy egyharmada a szerbiai piacon kerül értékesítésre, míg a fennmaradó 70%-ot külföldre szállítjuk. A kivitelben továbbra is jelen van az orosz piac, mint egy 20%-kal, de az utóbbi években egyre jelentősebb a közel-kelet országaiba irányuló exportunk is. Az áru 30%-a az Egyesült Arab Emírségekbe, Szaúd-Arábiába és Egyiptomba kerül. Az utóbbi kettő-három évben egyre nagyobb arányban vagyunk jelen az Európai Unió és régió országainak a piacán, ugyanakkor az angol és a francia, az idei évtől pedig Spanyolország piaca is érdekessé vált számunkra. Az értékesítési árak az utóbbi két-három évben szinte változatlanok. A termesztési költségek viszont növekszenek, ezért optimalizálni kell a kiadásokat, hogy a termelés jövedelmező maradjon, hangsúlyozza a beszélgető társunk. Felmerül a kérdés, hogy a mind melegebbé és szárazabbá váló éghajlat veszélyezteti ehhez alma termeszthetőségét tájainkon. Az alma termesztés biztosan fenn fog maradni, azonban a hozzávaló viszonyulásban és technológiában mindenképpen változtatásra lesz szükség. Követni kell a szakma ajánlásait, és újabb technológiai eljárásokat kell beiktatni. Mi például az idén egy új projektumot indítottunk. Kibővítettük a meglévő fagyvédelmi öntözőrendszerünket, és a rekkenő hőségben történő hűtésre is alkalmassá tettük. Ezzel fokoztuk a gyümölcs keménységét és jobb színeződést értünk el. Egyelőre még nem érkezett jelentősebb lehűlés, ezért az almafák jó erőn létben vannak. Az időjárás kedvez nekünk időt ad arra, hogy a lombtrágyázással erősítsük a fákat, és felkészítsük azokat a következő évre. Ezzel ellensúlyozva a kihívásokkal teli idei időjárása magas hőmérsékletek és az aszály következményeit. A szakemberek attól tartanak, hogy a fák a szélsőséges időjárás következtében kimerültek, amik kinevelték a rajtuk levő termést. Ezért gond lehet a jövő évi ügyekkel, a gyümölcsösben lombtrágyázással igyekeznek további tápanyagmennyiséget kijuttatni, és így módon felkészíteni a fákat a jövő évi terméshozásra.